Szeptember 16-ától újra kötelező mindenkire nézve a maszk viselése a kalocsai piacon. A szigorítást az újabb megbetegedések megelőzése érdekében vezették be városunkban. Türelmi időt is kijelöltek, ez szeptember 22-e. Egyre nő az új fertőzöttek száma hazánkban, szombaton 916 főt, vasárnap 484 főt, tegnap 844 főt, még a mai napon 726 főt regisztráltak a COVID-19 fertőzéssel. A kormány azonban nem tervez újabb szigorításokat bevezetni, céljuk, hogy az ország és a gazdaság továbbra is működjön. Az egészségügyet sikerült felkészíteni a második hullámra, mindazt beszereztük, ami a védekezéshez szükséges, a tesztektől, a maszkokon át, a lélegeztetőgépekig, sőt még mobilkórházat is építettük. Rendelkezésre állnak tehát ma az eredményes, hatékony egészségügyi védekezéshez szükséges feltételek. Azonban a maszk viselése zárt térben továbbra is kötelező. A boltokban immár büntetik is azokat, akik nem takarják el szájukat és órukat. Mind az eladóknak, mind a vásárlóknak szigorúan kötelező a viselése. Ha valaki mégis elmulasztja, az akár a bolt bezárásával is járhat. Világosak azok a szabályok is, amelyek a vírus elleni védekezést szolgálják. A szociális távolság, védőtávolság, másfél méteres távolság betartása, a maszkviselés szabályai, mindenkit arra kérünk, hogy ezeket tartsa be. Látjuk azt, hogy az oktatás megindult, azt is látjuk, hogy a fertőzés számok magasak. A mai 700 fölötti új fertőzés szám az újabb rekord. Viszont azt is látjuk, hála Istennek, hogy a halálozások száma érdemben nem nőtt. Részben ez köszönhető annak, hogy fiatalabb korosztály az érintett. Ugyanis most a szakemberek szerint a vírus leginkább a fiatalok, azon belül is a 28-29 évesek közt terjed. A legfontosabb továbbra is az emberi élet védelme, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, a kormánynak nem célja, hogy büntessen, de a járványügyi szabályokat szigorúan be kell tartani. Kórházi ágykapacitás biztosított, lélegeztetőgép kapacitás biztosított, maszk, kesztyű és egyéb a védekezéshez szükséges eszköz utánpótlása szintén rendelkezésre áll. Ami a legfontosabb, hogy ezeket a fontos és a védekezés érdekében, az eredményes védekezés érdekében nélkülözhetetlen szabályokat tartsuk be, és emellett az ország normális működését biztosítsuk. Bács-Kiskun megyében jelenleg 254 fertőzött van.